Idén a Szentgyörgynapoktól függetlenül külön eseményként szervezik meg a Sepsi Szentgyörgyi sportnapokat. Tisler Ferenc, az ifjúsági igazgatóság vezetője elmondta, céljuk a sport népszerűsítése. A rendezvények túlnyomó többségére a megyeszékhelyi stadionban kerül sor. Többek között lesz kosárlabda, kézilabda, foci, úszás, tenisz, fallabda, de kiállítás is nyílik a híres háromszéki sportolók személyes tárgyaiból és könyvemutatóra, filmvetítésre és két koncertre is sor kerül. Nemes Áron ötletgazda szerint 2000-2500 személy részvételére számítanak. Az előszámítások szerint a június 1 és 3 között sorra kerülő rendezvény 50 ezer lejbe kerül. Ennek több mint felét a polgármesteri hivatal állja. A Sepsiszentgyörgyi sportnapok nyitottak. Bárki benevezhet akár a helyszínen is, de a csapatjátékok résztvevői előre kell bejelentkezzenek. Érdeklődni a Szentgyörgynapi szervező irodában lehet május 4-éig.